1999. október 8-a van, Hálságyi Sándorné született Zommer Magdolnával készítek interjút, Laki Zsuzsának hívnak. Az interjú Pécset, Magyarországon, magyar nyelven készül. Laki Zsuzsának hívnak. LAKI ZSUZSA. Az interjú Pécset, Magyarországon, magyar nyelven történik. Hogy hívják? Hálságyi Sándorné. Kérem, betűzze. HARSAGYI. SANDORNE. Születésekor is ez volt a neve? Zommer Magdolna, lánykori nevem. Megkérem, betűzze ezt is. SOMMER MAGDOLNA. Köszönöm. Van valamilyen másik neve is? Héber nevem van. Az mi? Perl. Megkérem, ezt is betűzze. PERL. Köszönöm. Nincs tovább. Van-e valamilyen beceneve? Magdi. Mikor született? 1928. És most hány éves? 71. Hol született? Budapesten. Melyik országban? Magyarországon. Milyen volt az a család, amiben tetszett születni, Magdi néni? Én egy nagyon szép családban születtem, és egy nagy családunk volt. Tolna megyében, Gyönkösségben éltem boldog gyermekkorom éveit. Akkor voltam 10 éves, amikor unokabátyám, Engelmann Gyurka hazajött Gyönkre, de Prümbe élt, és ott tanulmányait meg kellett szakítani, vegyészmérnök akart lenni. Aznap este, amikor hazajött, nagyon szomorú volt a család, és még a szokásos römi parti is elmaradt. Ugyanis édesanyámnak nővére, Olga néni, Engelmann Olga néni, Engelmann Vilmos bácsi a férje volt, és gyermekei, Nelli és Gyurka, ők közöttük éltem. Csupán egy kis ház választott el bennünket, mind a külön lakásházunk volt nekünk, külön nekik, de minden este és minden nap együtt voltunk, sőt, még többet voltam náluk, mint nálam, mert nekem nem volt testvérem. És Nellit, Gyurkát testvérként szerettem, nagy korkülönbség volt köztünk, és éppen ezért kényeztetett gyermekként éltem velük. Hát az a boldogság, mondom, nem sokáig tartott, mert amikor hazajött Gyurka, akkor is a römi parti, ahogy mondtam, elmaradt. Együtt volt a család, és beszélgettek. Én édesapám ölében meghúzódva ültem, és figyeltem a felnőtteket. És ilyeneket hallottam. Anschluss, numerus clausus. 10 éves koromban ezeket mind nem tudtam, és minden összezavarodott bennem. Nem tudtam, mire véljem, hogy Gyurka miért jött haza, miért kellett megszakítani a tanulmányait a Prüni Egyetemen, mi az Anschluss, és ezeket a kérdéseket tettem föl édesapámnak, akinek szomorú szemeiből, szavaiból még jobban összezavarodott érzelmeim hatására a gondolataim. De aztán azt se értettem, hogy miért kell másnak éreznünk magunkat, amikor magyar érzelmének neveltek. Otthon az esti imám után, az én Istenem, jó Istenem után, a hiszek egy Isten, hiszek egy hazában imádkoztam el, és most mégsem élhetek úgy Magyarországon, a magyar emberek között,
hanem én zsidó vagyok. Akkor tudtam meg először, hogy más vagyok, mint én, számkivetett a többiek között. Hát ez volt a családomban először, amikor észrevettem, hogy zsidó vagyok, különben nem tudtam ezt, hogy mi az, hogy én zsidó vagyok, és nem olyan, mint a többi. Gyurka, miután a családban beszélgettünk, úgy határozott a családi tanács, hogy Gyurka Franciaországba fog menni, és jó, ez amikor hazajött, akkor november volt, de ő még 2 hónapig otthon maradt, és januárban indult Toulouse-ba, és ott folytatta az egyetemet. Tehát ezért kellett elmennie, mert numerus clausus volt, és nem vették fel az egyetemre. Ettől kezdve még többet voltam ott Olga nénéknél, mert édesanyám nővérénél, a másik otthonomban, és igyekeztem ott létemmel, jelenlétemmel a szomorú helyzetüket egy kicsit enyhíteni. Elég gyorsan peregtek az események, az újságokban megjelentek a zsidó törvények, és ez olyan korszak kezdődött, ami nem csak nálunk, hanem minden zsidó családban a szomorúságot jelentette, a rettegést, a létbizonytalanságot, és egyre riasztóbbá lett a helyzet, amit mindannyian tapasztaltunk. 1941-ben nagy tragédia rázta meg a családunkat. Nagybátyám, Engelmann Vilmos bácsit, gazdasági cselédje 6 balta csapással agyonütötte. Én voltam az első, aki egy vasárnap délután látta az útról leruhanni, és a véres kezű gyilkost, és azt kiabálta, úgy kellett a büdös zsidónak. Én rémülten szaladtam át édesapámhoz ki a vasárnap délután újságot olvasva kezébe, nem akart hinni vészjósló, riadalmas sikításomnak, hogy Vilmos bácsit megölték, de sajnos sietve, mikor átment a másik házba, ott találta Vilmos bácsit, és látta meg azt, amit a valóságot. Akkor még borzalmasabb lett a helyzet, rettenetes napok, hetek, hónapok következtek. A zsidó törvények egymást érték az újságban, édesapám 1914-es világháborúban szerzett hadnagyi rangjától is megfosztották. Az orvosi kamarából kizárták, mert ő orvos volt, körzetorvos volt Gyönkön. A praxisát azért gyakorolhatta, de az orvosi kamarából kizárták is. Hát az ott magyar érzelmű társaságnak nem tudtuk folytatni azt az életet, amit azelőtt folytattunk. A édesapám nagy magyar érzelmű volt, és utána pedig a újságok helyett cionista újságokat rendelt, ezeket a brosúrákat, sárga, még emlékszem, hogy sárga kötetes brosúrákat rendelt, és cionistává vált. Azután kezdődtek a törvények, után a 41 után következett a 42, 1942, újabb tragédia rázta meg a családot, az Engelmann családot, de hát mi ezben a családban éltünk együtt, és ez ugyanúgy fájt nekünk is, mint nekik. Nellit, unokatestvéremet, Budapestre, Nelli Újvidéken volt férni, és az újvidéki mészárlásnál
nehéz róla beszélni. Mi történt akkor? Délvidéki mészállás volt, és a férjét meggyilkolták. Nelly ugyanakkor Budapesten volt, mert kisfia tüdőgyulladást kapott, és a budapesti tüdőszanatóriumba vitte. A férje fölutazott hozzá meglátogatni, és amikor visszament, az volt az utolsó szerelvény Újvidéken, amikor levezárták az állomáson, beengedték a vonatot. Ernő bácsi még haza tudott menni, de másnap reggel érte jöttek, keresték először a családot, hát Nelly és a kisebb, a nagyobbik fia, az Péterke, az Pesten volt, a kisebbik 8 hónapos kisfiára volt annyi lélek jelenléte még a kisasszonynak, hogy rádobta a párnát, azt nem vették észre, aludt, reggel volt, de Ernő bácsit elvitték, és a sok száz zsidóval és szerbel együtt a Dunajegén végezték ki. Ezek a magyar hadsereg túlkapásaiból származó Zöldi és társai végezték ezt a mészárlást. Mondhatom mészárlást. Ernő bácsi a Nelly férje volt. Nelly férje volt. Kell egy kis vizet innen. Nyugodtan tessék csak inni. Ettől megfordult a helyzet. A két gyerek volt többet nálunk, és nem én annyit a Nelly néniné, mert átvállaltuk a gyerekek nevelését. Mi vittük az óvodába a piciket. Nelly egy darabig otthon volt, aztán Budapestre került, mivel a megcsonkult családba kellett a kenyérkereset, ő tanult, varni tanult. Olga néni egyedül vezette a gazdaságot, földbirtokosok voltak. Aztán mi vittük a gyerekeket óvodába egy alkalommal, ez egy borzasztó, megrendítő esemény volt, hogy a kisebbik gyereke az óvodából eltűnt, mikor haza akartuk hozni, csak a nagyobbik jött haza, és mindenhol órákig kerestük. A pici 3 éves Tomika a vasútállomás felé vette útját, és mikor megtaláltuk és megkérdeztük, hogy Tomikám, hol voltál? Miért mentél el? Anyukámhoz akartam Pestre menni. Hát ez nagyon megrendített bennünket. És a mi szomorúságunk is visszatükröződött, az ők is tükörképük, ők is szomorúak voltak, és ők is látták, hogy mi történt. Aztán ez 1940 kettőben még én is a gimnáziumban is éreztem az antiszemitizmust, ugyan egyedül voltam akkor a gimnáziumban, egy kis falu volt, ez egy vidék, zsidó. Annak örültem, hogy 43-ban Popper Klári oda került, és ő is egy zsidó kislány volt. Ő Szekszárdról került Gyönkre, különbözeti vizsgát tett, és így került aztán. Ő is a gimnáziumban alattam járt, 2 évvel fiatalabb volt, de akkor még nem sejtettem, hogy az egész életünknek egy szegmentjeivé váltunk. Tulajdonképpen, mert vele voltam, aztán végig kísérte Auschwitzot, Birkenaut, és együtt éltük át ezeket a szomorú eseményeket. Nálunk lakott Klári, és így őt is testvérként fogadtam be. Hát ott is értek atrocitások a gimnáziumban, többek között volt egy tanár, Domokos Gézának hívták, matematika tanár volt, és olyan fordult elő, hogy majd március 15-én, amikor kivonultunk, nekem nem volt szabad kivonulni, az osztályban nem volt szabad fölállnom, mert a himnuszt az Ommer Magda nem énekelhette el, ugyanúgy, mint a többiek, és ez borzasztó megaláztatás volt számomra. De ugyanakkor volt olyan tanárom is, a Pintér tanár úr, aki németet tanított, aki igyekezett ellensúlyozni az én megaláztatásomat, és mindig segítőkészségével
megnyilvánulásaival annyira befolyásolta az ottani gyerekeknek is a mentalitását, hogy ezáltal jobban éreztem magamat. De attól függetlenül azért mégiscsak éreztük, hogy mi zsidók vagyunk, és megkülönböztetett emberek, mint nem lehettem olyanok, mint a többi. Ez egy borzasztó érzés volt. Ezt nem tudom elmondani. Ezt még most is nehezen tudom. Ha emlékszem, nehezen tudok beszélni róla. Édesapám hallgatta minden nap a rádiót, angol rádiót, ami a Beethoven 5. szimfóniájának a szignáljával kezdődött, az angol hírekkel, és ott hallotta, hogy mik történtek. Ott hónapokig, azt elfelejtettem mondani, nem tudtunk Ernő bácsiról se, és az nem említették, csak az angol rádióban hallottuk, hogy mi volt Újvidéken. Hónapokig nem tudtuk, mi van a kisgyerekkel se. És azután jött haza, ugye ezt biztos beszúrom, mert elfelejtettem mondani, hogy mikor hazajött a Tomikával, akkor tudtuk meg mi a szomorú valóságot, hogy mi történt, mert nem tudtuk másképp, csak az angol hírekből hallottuk. Most hát visszatérve arra, hogy hát ezek az események voltak megelőzően, amikor 1944. március 19-én bejöttek a németek. Ez is vasárnapra esett. Édesapám fölhívta Budapesten Nellit, aki ott tanult, ahogy mentem, szabásvarrást tanult, hogy jöjjön haza. Klárit hazavitte édesapja Kölesdre, mert ők nem Gyönkön laktak. És akkor szintén egy nagy megrázkodtatásért nem ért haza Nelli Gyönkre, mert az úton igazoltatások razzia volt, és leszették a vonatról, és elvitték. Csak egy hónap múlva tudtuk meg egy kézírásos lapon, hogy él, semmi többet. De az események megint gyorsan peregtek egymás után, hamarosan gettó következett. Németek pedáns szervezésével szinte napok alatt tudtuk meg, hogy 50 kilós csomagokat pakolva össze kellett elhagyni az otthont, és a közeli Hőgyész községbe vitték a zsidókat. Nem sok idő állt rendelkezésre. Édesapám legjobb barátja, Damakos Irnák bácsi, az a tiszti orvos volt, és az szervezkedni kezdett, kézírásokat gyűjtött az édesapám betegeitől, az egész Gyön községtől, akik mindannyian szerettek bennünket, és a szekszárdi főispán aláírásával, a tiszti orvos aláírásával, telefonbeszélgetések között elintézte, hogy Imrédi miniszterelnöknél, hogy édesapámat, mint munkaszolgálatos körorvos, helyezzék Gyönkre, és ne kelljen gettóba menni. Így mi elkerültük a gettót, nekünk nem kellett gettóba menni, édesapámmal együtt mi anyukámmal és én otthon maradhattunk, de ez nekünk borzalmas volt, ez a lelkismeret furdalással vállalt otthon léti, hogy láttuk, hogy a többiek elmennek, és tétlenek voltunk, és nem tudtunk tenni, de borzasztó volt az első elválás az Olga néninek. Kértük Olga nénitől, hogy gyerekeket legalább hagyja nálunk, de ő azt mondta, hogy felelősséggel tartozik a lányának, nincs ott a lánya, és elvitte a két kis gyereket is. Mi 2 hónapig voltunk még ott, mert a gettóba szállítás, összegyűjtés, ez körülbelül áprilistól május eleje, május közepén történt, és mi június 28-áig otthon maradtunk.
De június 28-a előtt pár nappal megjött a papír, amit nagyon szomorúan adott át a mellettünk lévő csendőr alezredes, ott lakott mellettünk házba, mellettünk lévő házba. Átjött, könnyek között adta át, és azt mondta, hogy doktor úr, Kalaznó felé eltér az út. Fölajánlották többen, hogy elbújtatnak, és apukám azt mondta, hogy ő vállalja a zsidó sorsunkat, és nem akarta kitenni más embereket annak, hogy bajuk legyen, bár akkor már júniusban a normandiai partra szállás már megvolt, és édesapám már tudta, vagy mondta, hogy németek fogják elveszíteni a háborút, de a háború kimenetele még annyira bizonytalan volt, hogy ő nem merte ezt vállalni, hogy más keresztény is olyan sorsra kerüljön. Garmadával voltak ilyen plakátok kitéve, hogy akiknek segítő kezet nyújtanak a zsidóknak, azok éppen olyan sorsra fognak jutni, mint ahogy a zsidók. El is vitték, többet el is vittek, ahogy tényleg tapasztaltuk is, akik ilyenek voltak. Környezetükből, akiket ismertek, Magdalena? Nem, csak Auschwitzban találkoztunk keresztényekkel. Aztán nem sokáig bevittek bennünket a gettóba, elég csomagoltunk édesanyámmal, addig hosszú sorokba az út, ameddig az utcánk ellátott, ért, addig hosszú sorokba búcsúztak az emberek édesapámtól, és édesapám éveket öregedett. Olyan borzasztó volt ez a búcsúzás, de hát el kellett menni. Este átjött még egyszer az alezredes, az csendőr alezredes, és azt mondta, hogy doktor úr, nem tudjuk elkísérni, de reggel 6:30 Hintó fogja várni önöket, és hát akkor elbúcsúztunk. Szörnyű volt az az este, de erről nem akarok beszélni, mert ezt nem tudom elmondani. Talán annyit, hogy édesapám beszélt arról, hogy ha én vállalom, hogy egy injekciót bead, akkor elalszunk mindannyian. De szerintem, mint orvos, ezt nem is tudom, hogy tudta elképzelni, csak végső elkeseredésében mondhatta. Én akkor azt mondtam, hogy édesapám, én élni akarok, 15 éves voltam. És azt mondta, ha te élni akarsz, akkor nekünk is élni kell, és nem hagyhatunk magunkra. És édesanyja mit mondott? Édesanyámba születhetett meg először ez a gondolat, mert én észrevettem, hogy édesanyám padlásra ment délelőtt, és egy kötél volt nála. És lehet, hogy így született ez a gondolat, én csak ezt így most rögtönözve mondom, mert édesapám, mint orvos, ezt nem tudta volna megtenni, és lehet, hogy nem csak azt hiszem, inkább édesanyámtól származott ez a gondolat, és akkor megkérdezték tőlem is, de hát én erről nem tudtam, csak abban a pillanatban, amikor ugye este mi előtt hát elmentünk. Hát elhagytuk a házat, volt egy gyönyörű, aranyos kis kutyám, azt is magunkkal vittük, mert olyan aranyos volt, hogy még ő is vállalta a csomagolásnál a kis tollseprűjét, egy játék tollseprűjét, megfogta behúzott füllel, farkkal, a kis szájába vette, és oda tette a csomag elé. Ez egy nagyon szomorú epizód volt, de ezt is elmondom. Persze nem hagytak gettóba a kutyával, mert a csendőr kitépte a kezemből, és széles hűbe eldobta a kutyát nagy nyekkenéssel. Majdnem kiabáltam, de édesapám rám nézett, és szomorú szemeiből tudtam, hogy nem szabad megszólalnom. Hát ott is gyorsan peregtek az események, hogy egészen csak 2 napig voltunk bezsúfolva, alig tudtak helyet adni nekünk. Már olyan szobákban, nem tudom hány, talán 5-6 család volt együtt, és onnan elvittek bennünket Kaposvárra. Ez egy gyűjtőtábor volt, ott úgy emlékszem, hogy
a kaposvári állomás mellett volt a cukorgyár, és egy cukorgyárnak a területére nem csak a Hőgyészi gettóból, hanem a többi dunántúli vagy Tolna megyei gettóból is oda szállították, már ez egy gyűjtőtábor volt az embereket. Hát ott is egy szomorú esemény történt, én mindent úgy látszik, sasszemmel figyeltem, füleltem, észleltem. Édesapámnak egy jó barátja, a Hőgyészi körzetorvos Kaufmann doktor bácsi, és feleségével beszélgettem, mielőtt elindultunk volna, és láttam, hogy a poharába vizet töltött, és rózsaszín tablettát tett be, és kérdeztem, hogy Lajos bácsi, mit tetszik tenni a pohárba? Azt mondja, málna szörp tabletta, kérsz belőle? És hogy meghökkentem, mondom, nem, én nem kérek, de nagyon gyanús volt, hogy mikor megfogták a poharat, akkor olyan sokat mondó tekintettel ránézett a feleségére, és egyszerre fölörbintették. És nem volt pár perc alatt a néni hátradőlt. Erre én rohantam édesapámhoz, hogy apukám, segítsen, mert öngyilkosak akarnak lenni a doktor bácsék, a Lajos bácsék, apukám. Odaszaladt, és ketten végeztük a gyomormosást. Az feleségét nem tudtuk megmenteni. A Lajos bácsi még egy napig élt, urémiát kapott, de már nem tudták bevagonírozni. Tehát ennyi szomorúság és ennyi borzalom között kezdték meg a vagonírozást. Marha vagonokban szállítottak bennünket. Szerintem az állatokat se gyömöszölték úgy be, mint minket, 80-ad magunkkal. Édesapámon vörös keresztes karszallag volt, mint orvos. Teljesítenek kellett volna a hivatását, de hogy tudta teljesíteni, mikor a lezárt vagonokban még vizet se adtak. Köztünk volt egy szülőnő, akinek édesapám próbálta levezetni a szülést, de hát víz nélkül nem tudta. Meghalt az asszony, meghalt a gyermek, és mi 7 napon keresztül a hullával, bűzben, összeszorulva, víz nélkül szállítottak 1 hétig bennünket. Még állni se tudtunk. Ogdi néni, a rokonok közül kik voltak akkor ott? A rokonaim Olga nénivel már akkor ott találkoztunk, tehát az Olga néni, a nagynéném, akikkel meséltem, hogy ugye együtt éltünk, a 2 kisgyerekkel, Sasával és Péterrel utaztunk egy vagonba. A többieket nem láttuk, mert valahogy olyan volt, hogy az ember abban sok riadalmas szomorúság. Nem tudtuk magunkat se hova tenni ott. Úgyhogy ők voltak közvetlen mellettünk, a másik rokonaim még igen, azok ott voltak Simontornyáról, a Fried bőrgyáros. Nem tudom mennyire ezek, azok a távoli rokonok voltak. És hát ez az Imre bácsi ugye csak a jólétben volt, engem kinevezett inasának, mert megtébolyodott a Magdini, többen. Arra kérem, hogy itt folytassuk, most megállunk egy percre. Jó, köszönöm. ...1999. október 8-a van, interjút készítek Hárságyi Sándornéval, és ez a második kazetta. Magdi néni, ott tartottunk, hogy a vagonban voltak, és nem volt ott sok rokon. Igen, azért nem voltak ott a rokonai, mert legnagyobb részt a rokonságból Pesten laktak, és nagyszüleim már előbb meghaltak, hála Isten, nem kellett ebbe a borzalmakban részt venni, nem kellett deportálva lennék. És egyik édesanyám részéről
a nővérét Dunába agyonlőtték, Budapesten lakott. A másik unokatestvéremnek az édesanyját szintén a Dunába lőtték, ő pedig kilépett a menetelősorból, és megszökött, és hamis papírokkal viselte át ezt a sok szenvedést, amin ő is keresztül ment. Őket hogy hívták? Az édesapját, Engelmann család, tehát ez az anyukám részéről, Radó, dr. Radó Béla, és az Évát Radó Évának hívták, most New Yorkban él, orvos lett ő is. A családban elég sok orvos volt. Az édesanyámnak másik testvére, fiú, férfi volt, ő fogorvos volt. Béla bácsi szintén menetelés közben, úgy tudom, hogy Balfon, van ott egy kópháza, vagy valamilyen nevezetű község, éhhalálban és menetelés közben halt meg, agyonlőtték, és éhhalálban halt meg, nem bírta a menetelést. Balfon egy tömegsírban van eltemetve, ott, ahol Szerb Antal is. Édesanyja szüleit nem is ismerte Magdi néni? Édesanyám szüleit nem ismertem. Nagyapám abban az évben halt meg, amikor én születtem. Az édesanyámnak az édesanyja pedig már 9 éves korában édesanyámnak meghaltak a szülei. Tehát összesen 4 voltak testvérek, de édesanyám a második házasságból született, úgyhogy a nagyapánk az közös volt, édesanyja anyukámnak az volt a második házasságból, tehát ő a második házasságból született. A Olga néni pedig, hát ő is, mint féltestvér, de ők Gyönkön éltek, és ezeket meséltem, hogy szorosan velük voltam a kapcsolatban, mint máig, mert a Nelly még mindig él, Houstonban lakik. Én minden évben hazajön több hónapra, és 84 éves ő. És édesapja szülei? Az édesapám nagy szülei meghaltak, korán meghaltak. Ők is 5 voltak testvérek, abból az egyik bátyja az tüdőrákba halt meg, még ezek előtt, tehát természetes halállal halt meg. A testvére, Margitka és Irénke, azok gettóba túlélték szintén ezt a rémuralmat, és hát azokkal már háború után, vagy mikor hazajöttünk, akkor hát ők maradtak meg nekem. Később Margitka már idősek voltak, rákba halt meg. 91 éves korában halt meg nagynéném, akiket már mikor én is házas voltam, akkor mindig lejött és együtt voltunk. A másik testvéreit azt munkaszolgálatba vitték, és ott mint munkaszolgálatos halt meg. Ennek az egyik testvére, aki tüdőrákba halt meg, annak volt egy fia, ez volt az első unokatestvérem, ő hamis papírokkal megúszta ő is, akkor meg még gyerek volt, de megúszta ő is ezt a... már nem él, meghalt, de túlélte a... És őt hogy hívják? Hogy hívták? Zomber, de átmagyarosította a nevét Szamosi Ivánnak, ő Budapesten élt, de már 2-3 évvel ezelőtt meghalt. Azon kívül édesapámnak, várjunk csak, hát a Irénkét, Margitkát említettem. Na most az Ivánnak, az az unokatestvéremnek szintén gyerekei vannak, tehát azok élnek, az én gyerekeimmel egy idősek Budapesten vannak. Ja, azt akartam mondani, a Mariska néni, az, aki a másik testvére volt anyukámnak, ott is volt 2 fiú, az egyiket munkaszolgálatban nem volt, de nem jött haza, tehát meghalt. Hát nem természetes halállal, de nem bírta ki
A másik viszont szintén munkaszolgálatos volt Oroszországban, már 40-ben vitték ki, kibírta, hazatért, Budapesten lakott, megnősült, 3 gyereke lett, de már ő is meghalt 76 éves korában. Ezek a rokonságom. Hála Isten, ők nem voltak, részben munkaszolgálatosok voltak, de a vagonban nem voltunk velük. Ott még a vagonban, amikor úgy visszatérjek az utazásra, és a 80-ad magam, a édesapám előrelátóan vitt magával citrom ízű tablettát, és ezeket, hogy a víz helyett adta az ottani embereknek, hogy némileg szomjúságunkat csökkentse. És egy másik epizód pedig az volt, hogy hosszú hajam volt, nagyon hosszú hajam volt, csipőig érő hosszú hullámos hajam volt. És kénytelen voltam fésülködni. És a marhavagonnak a rácsos ablakára ráerősítettem egy kis tükröt, nagy nehézségek árán fésülködni kezdtem, és a szemben lévő sineknél egy ilyen katonákat szállító szerelvény állt meg, és ott egy fiatal katonatiszt látta, vagy katona volt, hát nem tudom, hogy katonatiszt volt, ilyen bojtos, sapkás katona, kérdezte idegen nyelven, hogy minket hova visznek, és mit csinálnak velünk, és én a számra tettem a kezem, és mutattam, hogy nem szabad beszélnem, de abban a pillanatban már hallottuk, hogy ezt a szegény katonát, ugye az őrszolgálat, a csendőrök, vagy akik ott vigyáztak ránk, leszették. Borzalmas, fülsiketítő ordítás, verésbe fulladt hangokat hallottunk. Kinyitották a mi vagonajtónkat, és követelték, hogy adják elő azt a hölgyet, akivel ez a férfi beszélni, ez katona beszélni akart. Hát természetesen cinkosként mindenki hallgatott, engem letepeltek, ahogy tudtak, csomagokat dobáltak ránk, rám, és hát így megmenekültünk, de borzalmas félelem töltött el bennünket. Tehát így utaztunk a hullával, azon kívül az ürülékünket, szükségletünket nem tudtuk elvégezni, csak egy vödörbe, amit máig se tudom, hogy nem lehetett kinyitni, vagy gondolom nem is tudtuk kiönteni, mert le voltunk zárva, lezárt vagonokba. Egy hétig utaztunk, a bűzbe, a félelembe, a rettegésbe, a gyötrődésben. Aludni se tudtunk, mert jóformán nem volt fekhely se, még nem hogy aludni, hanem ülni se, állni, összezsúfolva. És ha éjszakánként a derengésünkből arra ébredtem fel, hogy robog velünk a vonat, nappal órákat álltak, és mint ez a ördögi pokol körbe, úgy éreztem, hogy lopva csennek ki az országból. Hát ilyen körülmények között érkeztünk meg 1944. július 7-én Auschwitzba. Édesapám mielőtt megérkeztünk, Krakó előtt azt mondta, hogy el vagyunk veszve, mert ha Lengyelországba visznek bennünket, akkor csak addig élünk, míg dolgozni tudunk. És jól bevéstem az agyamba, hogy azt mondta, kislányom, de csak mindig azt mond, hogy ich will arbeiten, mert talán addig még dolgozni tudunk, addig élve hagynak bennünket. Ez a szó, ez nagyon mondat megsegített talán, ez segített át a sok Mengele által halálba vitellen, mert én mindig a szemében nézve mondtam ezt, hogy ich will arbeiten. És nagyon erősen néztem a szemébe ennek a Mengelének, amit akkor még nem tudtam, de az édesapám sejtése, hogy előrelátása alapján nagyon belevéstem a fejembe. Így aztán, mikor megállt a vonat, akkor azt láttuk, hogy a feliratot Auschwitz-Birkenau,
Arbeit macht frei. Tehát azt, amit az édesapám előre mondott, ez volt a föliraton. Tehát a munka szabaddá tesz. Ez volt az értelme. Kinyitották kopácsolások között, nagy zörrel, dörrel, zajjal kinyitották a vagonajtókat, jobbról, balról, meg mi, mint az őszi legyek, úgy estünk ki, örültünk, hogy felszabadult érnek, éreztük magunkat a bűztől megfosztva, hogy friss levegőhöz jutottunk, de már a másik pillanatban hallottuk a hangos bemondó német nyelven, közölték velünk a csindadratta zenék, és nem tudom, milyen fogadtatások közepette, ami ugye megtévesztő volt, hogy milyen boldogok lehetünk, hogy megérkeztünk. A csomagokat hagyjuk a vagonba, majd utánunk viszik. A férfiak szálljanak ki a vagon bal oldalán, tehát két oldalt volt ugye a marhanyagonoknak nyitva az ajtajuk. A jobb oldalán a gyermekek és a nők hagyják el a vagonokat, és az ötös sorokba sorakozzanak, meneteljenek előre az időseket, a gyerekeket, autó várja, és azt majd autó fogja tovább vinni. Hát elsősorban édesanyámnak az volt az első megnyilvánulása, hogy mivel nem vihetjük a csomagot magunkkal, a bundát július 7-én a tűzőnapban ránk magára öltötte, nekem a téli kabátomat adta rá, gyerekeket fölöltöztettük, én a két kis gyereket, és szorosan fogtam Olga néni, vagy két gyerek kezét, míg Olga néni láttam, hogy borzalmas állapotban van, és hát mondtam, hogy Olga néni, velünk együtt megyünk. Erre édesanyám azt mondta, nem mehetünk együtt, mert csak nem fogjuk elfoglalni az idősek és a gyerekek helyét. Mi tudunk gyalogolni is, és Olga néni meg két gyerek menjen el. Nem tudom elmondani azt is, hogy mit éreztem, mikor a két gyerek kezét el kellett engednem. Édesapámnak szemüvege volt. Ő a tolongásba elveszítette a szemüvegét, leesett. Kerestük, de azt se tudtuk találni. Én nem mertem elengedni a gyerekek kezét. Olga néni kereste, meg édesanyám, apukám szemüvegét, mert nem látott. De annyi ereje még volt, hogy lehajolt, és elbúcsúzott. És azt mondta, hogy maradj mindig az én okos, szófogadó jó kislányom, és akárhogy is csak édesanyáddal maradj. Az 55 év táblatából még mindig úgy hallom, mint amikor akkor mondta. Akkor láttam utoljára édesapámat, és akkor ötös sorokba menetelve jöttünk, mentünk, akkor még mit sem sejtve, aki elé kerültünk, egy katona volt, német SS, élethalál ura, jobbra-balra választott bennünket, édesanyámmal minket jobbra intett. Nem is tudom pontosan, már a másik kettő ki volt mellettünk, azokat balra, de így hármat jobbra, kettőt balra, és én voltam a választóvonalon, úgyhogy anyukám volt jobb oldalt mellettem, úgyhogy mi így kerültünk hárman a jobb oldalra, és pár métert menetelve vettem észre Popper Klárit, aki kétségbe esve, keresve megtalált, odaszóltunk, hogy Klárikám, itt vagyunk, gyere ide. Attól kezdve szorosan fogtam Klári kezét. Egész végig, mik haza nem értünk. Onnan meneteltünk tovább, drótkerítések között az úton. Ez talán 3 kilométer távolság lehetett Auschwitz és Birkenau között. Itt lágereket láttunk, drótkerítéseket, amin rá volt írva, hogy Vorsicht, árammal van, villanyáram volt bevezetve. Azon kívül
embereket láttunk, mint a csövek álltak, de fogalmunk se volt, és érthetetlen volt számomra, hogy hogy néznek ki kopaszon, tépett ruhába, és kiabáltak nekünk, hogy dobjátok be az élelmeteket, mert ti is így fogtok kinézni. És nem tudtam elhinni, hogy mi is oda fogunk kerülni, mi csak akkor meneteltünk, mert akkor érkeztük meg, ugyanis júliusban jött a legtöbb transport, és Magyarországról akkor vitték ki a zsidóságot. Így aztán a 3 kilométert menetelve elérkeztünk egy nagy telepre, beton helyiség volt, nagyon nagy helyiség, ahol szintén a hangos bemondóban németül közölték velünk, hogy 16 éven aluliak hagyják, menjenek a másik oldalra, vetközünk le meztelenre, csak a cipőnket vihetjük magunkkal. Hát ekkor megint csak édesapám szavai jutottak az eszembe, hogy akárhogy is maradj édesanyáddal, és én nem mentem el, Klári azt mondta, de Magdikám, én nem vagyok még 16 éves, meg én se voltam Klári, még 2 évvel fiatalabb is volt nálam, Klári mindjárt átment a másik oldalra, én maradtam. Aztán láttam, hogy a sorok szélén állva jön a német SS katona, vagy pribék, mit mondjak, nem tudom minek nevezni, gumikorbács a kezébe, és akik nem mentek, azokkal a suhintott. Hát én rajtam is látszott, hogy én is egy fiatal lány voltam. És mivel láttam, hogy a közelembe ér, akkor anyukámnak mondtam, anyukám, gyorsan mond, maradjak vagy menjek. És anyukám azt mondta, hát ha menni kell, akkor menj. Közben Klári meg intett nekem, hogy jöjjek. Nem volt gondolkozási való. Féltem, hogy rám fog ütni, már nagyon közel volt, és át szaladtam, rohantam, de már arra se volt idő, hogy visszanézek, mert már le kellett vetközni. Cipőnket valamilyen fertőtlenítőbe be kellett mártani, kinyílott egy hatalmas kapu, és minket, gyerekeket, akik 16 éven aluliak voltak, azokat átvitték. A szülei, a édesanyám és a többiek még ott maradtak, a felnőttek abba a terembe. De abba a pillanatban, amikor ez az ajtó bezárult, akkor, mintha az agyamba ütöttek volna, vagy akkor gondoltam arra, hogy most el vagyok tényleg veszve, édesanyámat nem fogom látni többet. Elkezdtem ordítani, verni a kaput. Nem nyitották ki, hogy vissza akarok menni, és engedjenek, és mint egy voltam abban a pillanatban, hogy akkor döbbentem rá a valóságra, mind akkor, mint hogyha nem tudtam volna, mit is csinálok. És rettenetes állapotba kerülhettem, mert a többieket már az SS-ek sorfala és a lengyel foglyok kezdték nullás géppel vágni a hajukat. Engem egy lengyel fogoly, akinek szintén az volt a kötelessége, hogy vágják a hajunkat, félreállított, maga mellé állított. És talán az volt az első és az utolsó szempár, aki velem érzett, és megfogott, magához szorított, hogy legyek észnél, nem tudott velem beszélni, mert ő lengyel volt, én magyar voltam, és hagyta, hogy a többieket láttam, hogy vágják a hajukat, és mikor már mindenkinek már ott abban a csoportban ott levágták a haját, ennekem utoljára kezdték a hajamat itt az nullásgépen lenyírni, és ahogy a hajam omlott le, úgy omlottam én is össze, megfosztva nőiességemtől, emberi mi voltamból, a gúnyos szempárok, akik ott végignéztek meztelenül, 15 éves gyermekkorom, minden, nem is tudom kifejezni, mit éreztem. És próbáltuk kezünkkel takargatni szégyenünket, de hát ez nem a mi szégyenünk volt, ez az övéké volt, de mi borzasztó megalázva éreztük magunkat. De még ezt se engedték, hogy
a kezünkkel takargassuk magunkat, mert a másik pillanatban már újból szólt a hangos megbánmondó, hogy kezeket fel, szörtelenítés következett, a testünk többi részét is szörtelenítették. Azután egy ilyen pumpaszerűséggel fertőtlenítettek bennünket, le kellett hajolni derékszögbe, és combunk közé szintén fertőtlenítővel folytak. Ezt nem lehet elmondani, hogy mit éreztünk. Leírni le tudtam, de elmondani nem tudom. Ezután következett, hogy meg egy csoportot, talán 200-at, 300-at újból betereltek egy hatalmas terembe, amennek a mennyezete bádog volt, és mint a zuhanyozónak a lukacsain keresztül vízömlött. A mi esetünkben vízömlött, de azokat, akiket az autó szállította el, és akik öregek voltak, vagy balra vitte őket, azok ezt nem érték meg, hogy a zuhany helyett a ciklongázt kapták, és ott vesztették életüket. Hát mi ezt így megúsztuk a zuhanyozással, utána kitereltek bennünket a szabad ég alá, és így nyakunk közé dobáltak, ahogy mentünk menetelés közben, különböző ruhadarabokat. Ez csak egy darabból állt, volt akinek kombiné jutott, volt akinek hálóink, vagy ilyen rongyok. A Klári nem engedtem el, a kezünket fogtuk szorosan, mindkettőnknek hálóink jutott, úgyhogy annyira szerencsések voltunk, ha már ennek lehet nevezni ebből sok borzalomból, hogy szerencsések, le tudtuk tépni a hálóinkről a rongyokat, és azzal kötöttük be a fejünket, de ezt se engedték, de próbáltuk bekötni a fejünket, és adtunk másoknak is, vagy zsebkendőnek használt. Tehát volt valami még kis rongy, amit mi a ruhánkból, a hálóinkba le tudtunk tépni. Aztán így vittek bennünket a lágerbe, a Vernichtungslágerbe kerültünk. Ez a Vernichtungsláger, ez egy megsemmisítő láger volt. Ezek a lágerek betűkkel voltak ellátva. Ez a láger C-láger volt, de ezen kívül volt A-láger, B-láger, C-láger, C-láger, C-láger. C-lágerben cigányok voltak, az ED-lágerben férfiak voltak. Ezeket később tudtuk meg. A mi Vernichtungslágerünkben a C-lágerben 32 barak volt, ezek fa barakok voltak, a barakokban elől középen el volt választva, valamilyen téglaépítmény volt ez, de nem egész, talán fél méter magasságban volt ez a kis téglaépítmény végig hosszába, két oldalt pedig három emeletes pricsek voltak. A pricsek között olyan kevés távolság volt, hogy nem tudtunk felegyenesedve ülni, hanem csak hajolva. 12-en voltunk egy pricsen. Ez háromszintes volt, mi a középső pricsre kerültünk, 12-es blokk volt a mi számunk, ez a gyermek blokk volt. Ide kerültek az öregek, akik terhesek voltak, és a gyerekek. És ide jött Mengele választani. Most ez a választás, ez válogatás, meg szelektálás, ez mindig a 12-es blokkban történt. Mi voltunk legtöbbet kitéve gázba választásán, mert azokból a lágerokból, akik munkára nem voltak alkalmasak, tehát öregek voltak, vagy terhesek voltak, vagy valami batomjuk volt, azokat a Vernichtungslágerbe küldték. Tehát ez mindig változott, ott mindig cserélődött. Jött a Mengele hetenként, ahogy jöttek a transportok, jött a 12-es blokkba, a 12-es blokkba volt a gyűjtőhely, ahol választotta. Sőt, még a Vernichtungslágeren belül is, a barakokból is oda vitték akkor azokat az embereket, akik munkára már nem voltak alkalmasak, és ő választotta ki. Hát 1000 emberből válogatott hetenként.
Csodák csodájára, hogy mi jó állapotban voltunk, még Lárival. Édesapám, emlékszem, mielőtt még otthon voltunk, akkor azt mondta, hogy sok vitamint kell lenni, és tényleg nagyon jó kondícióban voltunk. Azt mondta, ha krumplin és vizen kívül nem kapunk mást, akkor is egy évig olyan tápláltak vagyunk, hogy ki fogjuk bírni. Hát én 63 kiló voltam 15 éves koromban, tehát Klári is erős volt, és hát talán ez volt a szerencsénk, hogy jó tápláltak voltunk, és ez is a szerencsénk volt, ki tudja, véletlenül, vagy van véletlen, vagy nincs véletlen, nem is tudom már. Sokszor azt mondom, nincs véletlen, fátum. Szóval így kerültünk a Mengele karmai közé, de hát én ahányszor elé kerültem, erősen a szemébe néztem, és valami nem tudom milyen erőből, életakarási ösztönből, életben maradási ösztönből mondtam, hogy ich will arbeiten. És megmaradtam Klárival együtt. A napi beosztásunk nem olyan volt, hogy éjjel fél háromkor riasztottak bennünket fel, és kávét, valamilyen kávénak nevezett fekete löttyöt kaptunk, 20 deka kenyérrel, ebbe brom volt, ez egy sötét barna korpás, vagy milyen kenyér volt, úgy nézett ki, hogy mint a fűrészporra lenne beítve. Brom volt a kenyérbe, ami a torkunkat fölmarta, kisebesedett a szánk, de erre a bromra azért volt valószínű szükség, hogy a mi biológiai folyamatunkat is megállította, tehát azután már még fiatalon se volt meg a menzeszunk, meg nem volt semmi, hát nem is lehetett ennyi ember között, és tisztaság nem lehetett, tehát ez nem volt meg egyikünknek se. Tehát ott tartottam, hogy reggel megkaptuk ezt a kenyeret, a klöttyöt, és fél háromkor sötétben kitereltek bennünket egy placra a blokk mellett, tehát minden blokk mellett volt annyi hely, hogy ottan az 1000 ember sorba, ötös sorokba állva elférjen. Minden ötös sor mellett SS katona vigyázott ránk. Én nagyon nehezen bírtam, Klári jobban, úgy fizikailag, mint lelkileg, állandóan sírtam. Szomjúságot nagyon nehezen bírtam elviselni, úgyhogy ha egy nap egyszer vittek vasramba, és tisztálkodtunk, mert tisztálkodni mindig tisztálkodtunk, talán az is egy létfenntartás volt, hogy kimostuk azt az egyetlen darabot, és vizesen magunkra vettük, de nem bírtam megállni, mert kellett innom vizet, pedig az nem ivóvíz volt. Ennél fogva én hasmenést kaptam elég korán, már egy hónapra rá, augusztusban hasmenést kaptam. Ez is a csodák csodájával azonosult, hogy én megmaradtam, mert akinek hasmenése volt, az nagyon gyorsan leromlott, és hát gázba került. Magdi néni, itt fogjuk folytatni a következő kazettával, most megint leállunk egy jó. Kicsit. Jó. ...1999. október 8-a van, Hársági Sándornéval készítek interjút, és ez a harmadik kazetta. Emlékszik Magdi néni, hol folytathatjuk? Ott tartottunk, hogy reggel leszámolásnál, a reggeli leszámolásnál, ez, ahogy említettem, éjjeli fél háromtól hideg volt, borzalmasan fáztunk, ez körülbelül reggel 7-ig, fél 8-ig tartott, akkor jöttek leszámolni bennünket. SS katona és egy gyönyörű szőke, Grézer nevezetű, szintén SS
katona, gumikorbáccsal a kezében, kutyával, farkaskutyával, betonított farkaskutyákkal számolták a sorokat. Amikor leszámoltak bennünket, utána vittek a vasramba. Ez a vasram volt az a tisztálkodási hely, ahol én sajnos ittam vizet, amit mondtam, de mindig mosakodtunk. Volt, aki nem mosakodott, mert fázott, de mi minden alkalomkor, amikor lehetőség volt, tisztálkodtunk Klárival. Ruháinkat kimostuk, ruhát, ami rajtunk volt, az az egy darab, és vizesen vettük föl. De muszáj volt, ez az életet jelentette a tisztálkodás. És visszavittek bennünket, ahogy mondtam, olyan kevés hézag volt a pricsek között, hogy nem tudtunk fölülni kiegyenesedve. Éjjel úgy tudtunk megfordulni, 12-en voltunk, nem tudom, említettem-e, ezen a, nem tudom, talán 3 méteres kis négyzetméteres, nem lehetett még 3. Tehát amilyen hosszak voltunk, egy keskeny kis prics annyira, hogy 12-en csak úgy fértünk el, lábtól, fejtől, mint a szardiniák. És ha fordulni akartunk éjjel, akkor mindegyiknek fordulni kellett. Takarunk természetesen se fölöttünk, se alattunk nem volt, csak deszka. Hát voltak, akik megbetegedtek, és már természetes akkor azokat is a gázba vitték. Voltak, akik megbolondultak, nem bírták idegzetileg. Én rengeteget sírtam, talán én sírtam ott mindenki között a legtöbbet. Ha aludni nagyon nehezen tudtunk, de ha elszenderegtem, akkor mindig azt álmodtam, hogy vízért megyek, vagy vizet szeretnék inni, mert a szomjúságtól szenvedtem a legjobban. Ez biztos azért történetett, mert hasmenésem volt, és természetes a kiszáradás és a sóvíz háztartáson fölbomolhatott. Így a célapeleknél én nagyon sokszor összeestem, akkor föltámasztotta Klári. Neki köszönhetem biztos sokat, hogy életben is maradtam, mert nem engedte, hogy leesse. Ha ott maradok, akkor lelőnek, vagy elvisznek, de ő fölállított és támogatott. Azt se tudom, honnan szerzett vizet, mert később mondtam meg, akkor úgy elájultam, hogy nem tudtam magamról, hogy vízzel próbált egy kicsit. Biztos már előre készített valahogy, vagy vizes rongyal adtak segítséget nekem, hogy föl magamhoz térjek. Tehát csodák csodája, hogy itt vagyok. És hát ez így ment nap, mint nap. Ebéd időben 12-kor hoztak egy ilyen mosléknak se nevezett tübliben ennivalót, amiben ilyen malteros kanár formájú merítővel adtak, ettünk. Tehát nem volt tányér vagy kanál, hanem abból úgy ettünk, hogy egy pricsre, tehát az, ahol mi voltunk 12-en, ott beadtak egy weidlingot, ezt a malteros kanarat, és akkor 5-5 kortyot evett egyik, akkor körbe továbbadták. Klári sajnos nem nagyon tudott tenni ebből, de én mindent megettem, ez a másik nagy szerencsém. Ebbe a lögybe homok, kavics, keserű levél, én nem tudom, mi volt, grántáscsomok, némely húszkát benne valami, talán káposzta, de krumplit nem lehetett látni, nagy vétve, az egy nagy szó volt, hogyha krumpli darab is került oda. Hát ilyeneket ettünk, és ez volt az összes ennivalunk. Délután esti órákban újból kizavartak a placra, akkor újból jött, ezt célappelnak nevezték, az órákon tartó állás, egy helyben állás, de jobbra-balra se volt szabad nézni, mint a cövek úgy álltunk, kellett állni. És akkor ezután vittek bennünket egy nap egyszer a latrénára. Na most ott körülbelül ez volt júliustól, tartott október 28-áig. Arra már nem emlékszem pontosan, hogy mikor lettem rosszul a latrénán. Egy olyan görcsöt kaptam, amiben ilyen ösztartásúan megmerevedtek az ujjaim, a lábom az fölhúzódott, az állkapcsom megmerevedett, nem tudtam beszélni, de nem vesztettem el az eszméletemet.
Azt tudom, hogy erre a tégla építményre, amit mondtam, hogy ott középen volt a barakna, oda rátettek, és hallottam azt, hogy ha a szíve kibírja, akkor életben marad. Szerencsére kibírt a szívem, itt vagyok, azt is megúsztam. Később tudtam meg, mikor már hazajöttem, hogy egy tetániás görcsöt kaptam, és ilyen kalcium-foszforanyag cserezavarból származott ez. Hát ez biztos megint mondom, a hasmenés meg ezek a körülmények okozták. Ott éltük át azt is, hogy a Hitler elleni merényletet, akkor mindenki örömmámorban szenved, vagy örömmámorban úsztunk, hogy jaj, most vége van mindennek, és már hamarosan hazakerülünk. Voltak olyan emberek, akik szerencsésen próbáltak bedobni olyan vicceket, vagy az, hogy na most már 3 hétig kell csak várni, mert már utána felszabadulunk, már ezt hallották az angol hírekben, már jönnek. És talán ezek a kis apró kis nüanszok, amik éltettek bennünket, amiket mondtak meg, ez nagyon sokat jelentett. A remény, a bizakodás abban, a bizonytalanságban és a reménytelenségben. Mégis tudtunk reménykedni, és tudtunk bizakodni, és volt erőnk ahhoz, hogy tovább tudjunk élni. Hát szóval ez így éltünk, ez július 7-től október közepéig. Közben augusztusban volt egy nagy szelektálás, mikor 1000 emberből 300-an maradtunk. Voltak, akiket elvittek munkára, de nagyon sokat vittek gázba. Október elején már nagyon hideg volt, fáztunk abba az ecár ruhába, de akkor már közeledtek az oroszok. Ez az Auschwitz-Birkenau, ez azt hiszem a lengyel és német határ között volt. Tehát már a híreket azért csak tudták, és evakuált ez a tábor. Úgyhogy kezdték kiüresíteni a tábort, így minket is beválasztottak munkára. Na, Klárival együtt egy munkás transportba kerültünk, és átvittek bennünket egy másik barakba. Na most ott ez az 500 ember leszámolták, és az 500-on fölül, akik még megpróbáltak, mivel tudták, hogy munkásláger átszökni, többlet volt. A többletet azt levágták. Így kerültünk a többletbe mi is bele, jól ott be voltunk a munkástranszportba, mert mi olyan tehetetlenek voltunk, hagytuk sodorni magunkat. És az 500-on felül visszadobtak. Átkerültünk újból a régi barakba. Ott már ott öreg emberek, betegek, tehát a kórház. Ez egy ambulancia volt. Klárival egymásra néztünk, és azt mondtuk, hogy ez már azt jelenti, hogy mi a gázba megyünk. Reggeltől délután 3-ig vártuk, hogy mikor jön értünk az autó, a fekete autó. De már én akkor Klárinak mondtam, Klárikám, mi is próbáljunk átszökni, ahogy a többieknek sikerült, hát nekünk is kell, hogy sikerüljön. Én nem tudom, hogy a többieknek hogy sikerült, mert mikor mi láttuk azt, hogy kimentünk és ott a célappelt álltunk, akkor a másik blokk, ahol mi voltunk, vagy barakba, ott a barak közepén, vagy nem a barak közepén, ha egyik, a két barak között volt egy latréna, tehát egy árok, ahol a betegeknek a üledékük, tehát a tele fécesszel, más nem tudok mondani, ugye, hát ezzel volt tele az az árok, és nem tudtunk másképp megoldani, hogy mi csak azon keresztül tudunk átszökni. Ott volt egy olyan kis rés, hogy át tudunk ott, még az el is volt, úgy emlékszem, kerítve talán. Erre pontosan nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy azt mondtuk Klárival,
hogy próbáljuk kiszámítani, hogy ott az őr, az, aki a másik barakot, ahol a munkás transport volt, azt próbáljuk kiszámítani, hogy az őr, ahogy megy a végétől a másik végéig, és ha megfordul és háttal áll, akkor számoljuk ki, hogy az mennyi időbe telik számolással, mert óránk nem volt, hogy mi annyi idő alatt nekünk számolásra át kell érni oda erre a fészeszre. De igen, ám nem tudtuk, hogy elsüllyedünk-e, Klári mondta, és hogyha nem érünk át, mondom, akkor is átviszte, akkor is itt maradunk, vagyis akkor a gázba megyünk. Most vagy megfulladunk ott, vagy a gázba megyünk, a halál mindenképpen. Hát meg kell, a hajszálba is kapaszkodni kell. De én voltam az, aki annyira erőltette ezt, hogy mi ezt próbáljuk meg. És este sikerült, még átért a, más nem is átért, hanem még háttal megfordult az SS, de ezt mi egész nap számoltuk, mi egész nap ezért délután 3-ig gondolkoztunk, és én úgy emlékszem, hogy akkor nem is jött még, mert akkor mert 3 óra körül mondták, hogy jön, hát ez nem 3 óra volt, ez este volt, amikor mi átmentünk. Erre pontosan nem emlékszem, hogy ez aznap volt-e még, vagy másnap, hogy ott aludtunk. Elég az hozzá, hogy mi ott átmentünk. Térdig ért a fécesz, fölhúztuk a ruhánkat, de a büdösséget nem tudtuk hát ezt kizárni, mert nem volt víz, csak pocsolyába hemperegtünk, éjjel volt. Mikor odaértünk, a vödörbe valami kis vizet láttunk, az egyikünk a vödörbe próbált letisztogatni magáról ezt a bűzt, a másikunk a pocsolyába, de sajnos nem akartak befogadni bennünket a büdösségünktől. Így aztán valahogy meghúzódtunk másnap reggelig, és amikor leszámoltak a csoportot, és vitték át, én azt hiszem, ez aznap történhetett még, amikor mi, mert ez éjjel volt. Erre pontosan nem emlékszem, de mikor ezeket vitték át a kapunál, a láger kapunál, ahogy kivettek, mivel minket nem fogadtak be az ötös sorba, visszadobtak, és újból visszakerültünk oda, ahonnan elindultunk az ambulanciára. Amikor már mi oda kerültünk, ezeket már elvitték, valószínű a gázba, mert ez teljesen üres volt, mi ketten voltunk a Klárival, és ott találtunk vizet. Erre Klárival levetköztünk, hát senki nem volt ott, és alaposan megmosakodtunk, megfürödtünk, ruhánkat kimostuk, és csurom vizesen a paplanok alá, mert a üres ágyak voltak, és még voltak, szerencsére voltak paplanok ebbe az ambulanciára, de ez egy beteg helyiség, ahol betegek voltak, ott voltunk. Na most mi alábújtunk a paplanok alá, egyrészt azért, mert nagyon fáztunk, kimerülve voltunk, hát az idegileg is, fizikailag is, és ott elaludtunk, hogy mennyi ideig voltunk ott, ezt magunk se tudjuk, Klárival egyikünk se tudja, csak fölébredtünk valamikor, nappal volt, és arra lettünk figyelmesek, hogy menetelést hallunk. Nyitva volt ugye az ambulanciának a kapuja, és mondom, Klári, gyerünk. Azt mondta, Klári, te mehetsz, én feladtam Magdikám, én nem bírok menni. Én elkezdtem a Klárit húzni, de még azt hiszem ütlegeltem is egy kicsit, hogy menjünk, 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 nem hagyhatlak itt, egyedül nem megyek, én menni akarok, élni akarok, megint próbáljuk meg, azt mondta, nem próbáljuk, de muszáj megpróbálni. Így húztam, valósággal húztam a kezénél fogva Klárit, így kiértünk a kapuhoz, és már a menetelés oszlopok a végén voltak. És csodák csodája, az ötös sorokból 3 kislány ment a sor végén, azt mondta, gyertek, hogy ötös sorba át tudjunk menni. És mi ketten a 3 kislányhoz csatlakoztunk, akkor már nem voltunk büdösek, úgyhogy átértünk a mennyországot jelentő kapuban, de nekünk azért jelentett az, hogy át tudunk onnan szabadulni. És akkor kerültünk a menetelés után újból Auschwitzba, ahol vittek bennünket Birkenauba.
Újból a nagy terembe kerültünk, ott megint levetkőztettek bennünket. Arra emlékszem, hogy ez úgy délután lehetett, és ott ültünk meztelenül a hideg betonon, október 28-án, és azt mondtuk, hogy újból jön a gáz, mert itt vagyunk meztelenül, és nem tudtuk, hogy melyik transport, hogy munkás transport, mi csak oda sorba beálltunk, az utolsó sorba, ahol a három kislány. Fogtuk egymás kezét hárman, akkor ismertük meg, ez egy marosvásárhelyi kislány volt, aki szintén kislány, aki 24 éves volt, Mittler Sárikának hívták, a másik egy Bella nevezetű, szintén marosvásárhelyi barátnőjével, úgy maradtak együtt, mint mi a Klárival, és volt egy harmadik Judit nevezetű kislány, aki később levált tőlünk, de mi négyen a felszabadulásig együtt maradtunk. Na most ez a Sárika, ezt mi kineveztük kismamánknak. Ő volt, aki törődött velünk, aki irányított, aki beosztotta a kis kenyérporciónkat, és majd erről később beszélek. De mindannyian azt tudtuk, úgy éreztük, hogy a gáz vár ránk. És ez így órák hosszat, egész éjjel ez foglalkoztatott bennünket, hogy itt a halál, amikor reggel egyszer csak bejöttek az SS-ek, az SS katonák, és egy ilyen nagy edénybe, másik csoport pedig ruhákkal a kezükbe osztogattak. Cipőt, kinek mi jutott. Nekem facipő jutott, Klárinak bőrtalpú cipő, ami sajnos később nem volt jó, mert levált az által. Nekem jó volt, mert jobban megmaradt a facipő. Fehér neműt, nadrágot, csikos kabátot, csikos nadrágot, csikos sapkát. A másik pedig osztotta a kenyeret, akkor utravalót mondták, utravaló. Azt mondtuk, utravaló, akkor az élet, hát ez a gázba nem kell ruha, nem kell kenyér, és akkor föllélegeztünk. De én már nagyon rossz állapotban voltam, bordáim kilátszottak, nagyon sovány voltam, nagyon-nagyon-nagyon rossz állapotban voltam. De erőm volt, életerő, az élni akarásom. Hát akkor ezt fölöltöztük, először ugye meg szintén lezuhanyoztattak bennünket, fölvehettük a ruhánkat, kezünkbe volt a zennivaló, hát ugye akkor lehet, hogy én azt az egészet megettem, mert attól lettem nagyon rosszul, meg margarint adtak nekünk, ilyen csillagos margarint, meg wurstot adtak nekünk, hát azt hittik, hogy a világ a miénk, ugye wurstot azután, koszt után. Én azt hiszem, hogy én nem emlékszem, de biztos megettem, mert aztán nagyon beteg lettem. És akkor ugye megtisztálkodtunk, és bevagoníroztak. Három napig utaztunk, de ilyen megszakításosan megállt a vagon. Kinyitották, akinek le kellett szállni, le is szállt. Sajnos én nekem már olyan rossz állapotban voltam, hogy nem tudtam visszatartani így a hasmenést, és hát ahogy lementem a vagonról, olyan görcsöt kaptam, újból ilyen merev görszerűség, bizsergés fogott el, hogy indult már a vagon, amikor én még mindig nem tudtam felszállni. Az SS észrevett, puskatussal olyan nagyot ütött a derekamra, hogy leestem, nem volt erőm kapaszkodni, és már én nem láttam, csak Sárika ordított meg a Klári, hogy Magdi, gyere, gyere, és szaladj. És ilyen láncolatba hajoltak le, a katona állítólag már levette a puskáját, hogy agyonlő. Ezek csak a kezedet, csak a kezedet, és én a kezemet fölemeltem, és úgy húztak föl. Szóval ez olyan volt, hogy megint a halál hajszál, talán még annak is egy töredéke, hogy majdnem, hogy lelőtt az SS. Ha nem, nem értem volna el, ha nem tudtak volna fölhúzni, akkor lelőtt volna. Hát akkor ez is megtörtént, és akkor harmadik vagy negyedik nap megállt a vonat, Ausztriába, Lenzingbe kerültünk,
és olyan rossz állapotban voltak az emberek, hogy ott a Wehrmachtok, akik átvettek bennünket, bár SS-ek is voltak, még felügyelet alatt voltunk, SS felügyelet alatt, de Wehrmacht katonaság, akik rendesebbek voltak már, mint az SS-ek, azok azt mondták, hogy ilyen leromlott állapotban mindjárt nem tudnak dolgoztatni bennünket, hanem egy pár napig pihenésre, és hát így jobb kosztot adtak. Na most ugye én, aki ennyire le voltam már romolva, megettem a krumplilevest. Láttam, hogy fehér fajasz tálból adják, és nem abból a weidlingból, és kanál volt, és egy ilyen régi lóistállót kiüresítve volt ez a nem tudom, lágernak nevezhető, ez teljesen külön volt, nem voltak ott, nem falu volt, ez egy külön hely volt, messze a gyártól, mert ott volt egy cellvole gyár, ahol később dolgoztunk, és ott voltak a pricsekben, nem volt pricsa, hanem ilyen vaságyak, de két vaságy volt összetolva, és a két vaságyon négyen aludhattunk, és volt takarónk alattunk és fölöttünk, és hát ez már nekünk nagyon nagy szó volt. De én ettől a krumplilevestől én olyan beteg lettem, hogy elvesztettem eszméletemet is, és nem tudom mennyi ideig, Klári szerint nem olyan, azt egy hétig voltam beteg, de ez visszatérően voltam beteg, hogy nem is tudtam magamról, és úgy vittek ki a Céleperre, úgy támogattak ez a Sárika meg a Klári, hogy én tulajdonképpen ezt csak mondták, de én nem is emlékeztem rá, mikor leszámoltak, akkor visszavittek, és ezt azért csinálták, mert elvittek volna, és gázba vittek volna, bár ott nem volt gáz, de biztos Mauthausen, vagy nem tudom, mi volt ott a közelibe, hogy oda vitték azokat, akiket nem tudtak munkára alkalmazni. Na most ebbe az állapotba mondom, hogy nem tudom, mennyi ideig kerültem, de arra emlékszem, amit azért mondok el, mert ez még mindig számomra érthetetlen, hogy egy olyan érzésem volt, hogy a testemen kívül lebegek. És mintha egy ősz fejet, talán az édesapámét láttam magam fölé hajolni, de nem érzékeltem, csak mintha simogatta volna a kezét, ez kezével a fejemet, de ezt is csak ilyen nem érzékelve sejtettem. Ez egy vízió lehetett. És utána pedig az volt, hogy azt hallottam, amikor fölnyitottam és kinyitottam a szemem, hogy most már nincs baj, mert 35 fölé emelkedett a hőmérséklete. Ezt hallottam először, és erre ébredtem föl, hogy most már nincs baj, mert 35 fölé emelkedett. De hogy ez mi volt? Azt mondják, hogy azt is a Sárika, aki mellettem volt, és aki ápolt, mert átvállalta az ápolásomat, mert különben elvittek volna, és ott volt egy orvos, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy tífuszom volt, de nem, ezt se tudom biztosan. De ő azt mondta, hogy neki volt tífusza, és ő mindent megtett, én értem, még olyat is, hogy amit kihánytam, azt visszaetette, hogy erőt adjon, és mert nem volt más, amit tudtak, meg az ő kis porciójukból, mindegyik, mind a négyen, abból a kevésből levettek, hogy engemet, hogy én életbe maradjak. Most ez egy olyan nagy szó volt, hogy ott sok anya a lányával együtt volt, és azok veszekedtek, és egyiktől a másiktól ellopták az ennivalójukat, és összevesztek. Minket hoztak föl példának, mert később is ilyenek voltunk, hogy összetettük a négy porciót, és a Sárika osztotta el. És emberek tudtunk maradni az embertelenségben. És ez tényleg, ahogy sokan sokszor mondták, ott voltak a úgynevezett blokkeltesték, Stubdinsztek, ezek olyan fölvigyázók voltak, hogy mi voltunk a példaképek. Ha valahol veszekedés volt, akkor azt mondták, hogy itt van a Zomber Magda, Popper Klári, Mittler Sári, nézzétek, tanuljatok tőlük. Ez valóban így volt. Hát szóval nehéz ezekről beszélni, de aztán később, mikor már erőre kaptam, akkor beosztottak
a viszkóze vagy cellvolle gyár volt, ahova el kellett, ez egy körülbelül 3 kilométer távolságban volt ez a gyár, egy muníciós gyár volt, ahol ejtőernyőhöz gyártottak sejmet cellvolleból. Na most én a Pakerályba kerültem, ahol 120-tól 200-300 kilós bálákat targoncára kellett tenni. Ez a targonca olyan, mint az állomásokon ilyen kétkerekű, hosszú, ismeritek talán, szóval ez volt, amire rá kellett dobni, és már be volt csomagolva, és a gyár kapujától, tehát a sin, szóval a, hogy mondjam, a gyár, tehát át kellett vinni, egy teher vonatra kellett, ezt átszállították. Na most a szállítás az úgy történt, hogy a kaputól a vonatra, vagonba való szállításig 15 méter mélység volt. Egy ilyen keskeny pallon körülött áttolni ezt a nagy csomagot, az én 35 kilommal ingatagon, és akkor mindig úgy csináltam, hogy megerősítettem magam, mielőtt átmegyek, azt mondtam, nem szabad lenézni, át kell érnem, erősnek kell lennem. Ezt én mindig magamban mondogatva át is értem, letettem a vagomba, üresen hoztam vissza, és ezt csináltuk. Hát nem sokáig tudtam volna csinálni, nem volt talán 2 hétig, vagy 3 hét, nem tudom pontosan mennyi időt így tartott az, amíg ezt a munkát csináltam, de nagyon rossz állapotban lehettem, mert az ottani munkás, aki a Pakerályba dolgozott, aki nem deportált volt, hanem egy előmunkás, az biztos ezt észrevette, hogy én nem sokáig bírom ezt, vagy ingatag voltam, úgyhogy szólt az SS-nek, és azt mondta, hogy ő neki kell-e a gyárba egy olyan segítség, aki söpri a gyárat, és akkor odajött, és kiválasztott engem, és én voltam az, aki söpörhette a gyárat, és bevitt az ő kis meleg helyiségébe, és akkor elmondta németül, hogy ha egy ilyen csomagot találok újságpapírba, azt ne dobjam ki, azt nézem meg. De nem mondott, hogy mi volt bent, tehát ebben alma volt, vagy kenyér volt. Hát ez megint segített rajtunk, de nem ettem meg, hanem ezt is hazavittem, és elosztottuk 4 felé. Ugyanakkor Popper Klári, akivel ugye már Gyönkről együtt jöttem, az szerencsésebb volt, mert őt a konyhára osztották be, és mindig tudott valamit elcsenni. Igaz, hogy megmotozták, de valahogy összekötözte alul a nadrágját, vagy a begyébe, vagy valahova elrejtette, hazahozta. És hát ez segített, nekem sárgarépát hozott mindig, hogy a hasmenésem által, hogy tudtam, hát ezt is neki köszönhetem, és annak a Sárikának, meg a négyünknek, akik így összetartottunk. És ez is tartott talán decemberig. Decembertől megint beteg lettem, akkor megint megpróbáltak, akkor valahogy úgy mentettek át, hogy engem beosztottak a kinti munkára. Itt fogjuk folytatni, Magdi néni, mert most megint lejárt egy 30 perc. Sokat beszélek. Pont jó. ...1999. október 8-a van, Hársági Sándornéval készítek interjút, és ez a 4. kazetta. Ott tartottunk, Magdi néni, hogy újra beteg lett. Újra beteg lettem, és valahogy úgy mentettek át a gyárból, már gyárban nem dolgozhattam, hanem egy olyan transportba kerültem, akik kint dolgoztak a szabadba télen, hidegbe,
és csákányolni kellett. Hát vittem a csákányt, azt tudtam vinni, mert közben azért ezeket a kis vitaminokat, amit hazahozott Klári, és amit segítettek, azok újból erőt adtak. Hát nem nagyon tudtam a csákányolást csinálni, de mégis imitáltam. Imitáltam, ha láttam, hogy jönnek és ellenőriznek, akkor vágtam a csákányt, amikor nem voltak ott, akkor azért lazsáltam. Ezt se sokáig csináltam, mert egy újabb beosztásba kerültem, és egy bunkel furtak ukrán foglyok, akik a furógéppel hatalmas termésköveket kellett a mélyből felszállítani a földszínére, tehát kívülre. Ez a bunkel, ezt nem tudom, tudjátok, hogy mit jelentett. Régen olyan volt, hogy amikor alarm volt, tehát veszély, akkor oda vitték az embereket. Na most ezt a bunkert, ezt mit csinált? Velünk csináltatták, az ukrán munkások furták, nekünk meg ilyen kubikus talicskával kellett a hatalmas terméskörveket a földszínére szállítani pallón. Ez abból állt, hogy egy lengyel nővel együtt húztam. Ő előre került, tudta miért, mert akkor a súly az én súlyomra, tehát felém nehezedett, nekem tolni kellett, de ezt máshol úgy csinálták, hogy mindig cserélődött, hol az egyik húzta, a másik tolta. Nálam nem, én nem voltam egy olyan erőszakos, hogy én is azt mondtam volna, hogy most már te csinálja, de ez egy idősebb nő volt, 40-50 év körüli, Blumának nevezték, de a Bluma volt, aki mindig húzta, és hagyta, hogy én rám nehezedjen a súly, és ezt se tudtam sokáig csinálni, hát talán 2 hétig, 3 hétig, de már akkor én annyira legyengültem. Azt is észrevettem, egy ott dolgozó lengyel fogoly, aki kint a köműves volt, és a bunker kapuját csinálta. És hát ez építette. És ez megint oda ment a Wehrmachthoz, vagy egy SS katonához, hogy neki kell egy segítség, aki handlanger. Ez egy olyan kézi segítség, azt jelenti. És engem választott ki. Nem tudom hány száz közül, de biztos, hogy azért, mert én voltam az, aki a legszerencsétlenebbül nézhetett ki, és talán ez volt a szerencsém is, ami megmentett, mert újból nem kellett cipekedni a termésköveket, hanem ehhez az emberhez kerültem, aki mondta, hogy nagyon emlékeztetek az ő 13 éves kislányára, akit otthon hagyott. Hát így menekítettek át a sok-sok borzalmakról, mire elérkezett lassan, ugye a tavasz, a remény, az, amikor azt mondták, most már lassan csak vége van a háborúnak, és mi is reménykedni kezdtünk, ahogy az úton mentünk, ahogy az úti zöld laput ettük, azon kívül, ha ilyen hogy hulladék krumpli héjat találtunk, azokat ettük meg. Láttunk házakat, ahogy mentünk menetelés közben, ahol a virágok nyíllattak, a házakban függöny volt, és próbáltuk visszagondolni, hogy nekünk is ilyen otthonunk volt. De a sok szenvedés annyira ösztönössé és elfásultsággá tett bennünket, hogy már csak az ennivaló érdekelt. Eleinte még, mikor Auschwitzban voltunk, talán még akkor többet sírtam édesanyám után, vagy szüleim, édesapám jutott eszembe, de ez a hosszú hónap megpróbáltatás és szenvedés annyira elfásult állatiassá tett, hogy mindig csak az evésre összpontosult agyunk, gondolataink, hogy mit ehetnénk, mi lenne a kedvencünk. Legtöbben mákos tésztát kívántak. Én kakaó, tejszínhabbal és kuglófot. És érdekes csodák csodája, a tejszínhab nélkül, mikor felszabadultunk, az első a kakaó volt a kaláccsal, amit ettünk. És Klári mondta, Magdikám, még ez is teljesült.
És hát akkor már csak reménykedtünk, és láttuk, hogy menekülnek Magyarországról kocsikkal, batyukkal az emberek, magyarul beszéltek és látták, de voltak olyanok is, akik német, nagy német imádatokkal, és az SS-ek azt mondták, hogy akkor is mi fogjuk megnyerni a háborút, amikor már menekültek. Hát így aztán elértünk a május 4-éhez, amikor már láttuk, hogy menekülnek az emberek, és akkor a Wehrmacht tiszt kiállított bennünket egy arra lágernak nevezett placra, ahol mi ott szállásoltak bennünket, és mondott egy beszédet. És azt mondta, hogy ezt a bunkert, amit mi velünk csináltatták, ebbe nem tudom mennyi dinamitot szállítottak, és hogyha nem jöttek volna az angolok, és nem dobálták volna azt a sok cédulát azzal a felirattal, hogyha átadjátok a foglyokat, akkor sértetlenül megosszátok, ha nem adjátok át a foglyaitokat, akkor ti is arra sorsra jutottok. És ezt elmondta nekünk ez a tiszt, hogy ezért nem visznek abba a bunkerbe, amit velünk furattak, és nem fognak fölrabbantani a bunkerbe, hanem megvárják, míg ideérnek, és bennünket át fognak adni. Hát akkor már nekünk jobb lesz, nekik rosszabb lesz, de többiek elmentek, de ő át fog bennünket adni. Kinyitották a láger kapukat, és azt mondták, hogy szabadok vagyunk. De mi ezt nem tudtuk fölfogni, mi ezt úgy éreztük, egyszerűen nem tudtuk felfogni, hogy szabadok vagyunk. Mi ott álltunk tovább is, nem tudom másnak milyen érzései támadtak. Én olyan elfásultá váltam, és fizikailag annyira le voltam romolva, hogy tele voltam vízzel, már nem tudtam felszállni az ágyra, úgy nyomtak fel. Ezt nevezték éhségi ödémának már. És hát én föltápászkodtam, örültem, hogy följutottam, mert ilyen szintes ágyak, nem pricsek voltak ezek, ahogy mondtam, hanem vaságyak, de én az emeleten voltam. És oda felszálltunk, föl tudtak tenni, és hát ott voltunk másnap reggelig. Voltak, akik jöttek, mentek, de én nem tudtam már menni. És reggel megérkezett az amerikai katona, tiszt, és akkor mondott egy nagyon szép beszédet, amit magyarul fordítottak nekünk, meg lengyelül, meg németül, hogy szabadok vagytok, és megértettek ezt a pillanatot. És hát most arra kérünk benneteket, hogy ne raboljatok, ne fosszogatok, mi mindennel ellátunk benneteket, mert akik itt laknak a közeletekben, most azoknak lesz a rosszabb helyzetük, meg adagjukat nem emeljük, csak a tieteket és minden, és a mi szégyenünk lenne, hogyha ti ezt nem tartanátok be, mert veletek ti mindennel el lesztek látva. Kiosztották ilyen nagy dobozokba, 5 kilós dobozokba, osztottak ruhát, aztán könnyű kis dolgokat, ami nem nehéz volt, csak azokat ehettük, vigyáztak ránk, azért kakaót adtak, meg nem is tudom, szóval nagyon ilyen könnyű dolgokat adtak, de finom, finom ételeket. Hát nem tudtuk talán, nem is tudtunk eléggé, hogy mondjam, nem éreztük a nagy szabadságot. Én legalábbis magam nem tudtam felfogni. És akkor jött egy orvos, mindenkit megvizsgált, és ebből a 450-en maradt emberekből, tehát 50 embert, aki a legrosszabb állapotban volt, azt elvitték egy Atterzé-tó mellé, azok között voltam én is. Ez egy gyönyörű palota volt, szinte nekem úgy tűnt, hogy egy palota, de hát ez egy ilyen kórházszerűség, szanatórium, ahol bennünket elláttak, injekcióztak. Hát ottan tudtam meg, hogy éhségi ödémám van,
Azt mondták, ha 2-3 nappal később jönnek, akkor nem tudnak megmenteni. A szívem, mert már a víz majdnem elérte, és ha azt elérte volna, akkor már megfulladok. És hát naponta kaptam az injekciókat, és ott volt egy doktor Kis Árpádnak nevezett gyermekorvos, aki mindenkitől megkérdezte, hogy látta-e, vagy volt-e egy nagyváradi asszonnyal, akinek gyermekorvos volt, Kis Árpádné a neve, és egy kislány. És ezt én nagyon soktól megkérdezte, és pont az én voltam az, akivel én Auschwitzban együtt voltam. És én ezt elmondtam, hogy mikor vitték el tőlünk a céllágerbe, a 12-es bokba, sajnos a kislányát gázba vitték, tőlem nem mertem így megmondani csak annyit, hogy elvitték, de az Ilonka nevezetű feleségét, aki szintén gyermekorvosnak a felesége volt, úgy hívták, Ilonka, és ez volt az Ilonka is, azt tudom, hogy mikor szállították el, és ezen a nyomon indult el megkeresni a feleségét, meg is találta, el is hozta, ott találkoztunk, és azt mondta, hogy most, ha te itt maradsz egy kicsit, itt maradsz velünk, te leszel a mi lányunk, és ha hazajössz, hazamész, és nem találsz senkit, akkor örökbe fogadunk. Most, mikor én már erőre kaptam, én tovább voltam ott, már egy hónapig voltunk mi még ebbe a táborba, de én mindig visszatértem hozzájuk, és mindig segítettem. Szóval tényleg engem úgy egy ilyen kiváltságos helyzetben voltam, mert hát ott összetalálkoztak révemen, de én visszamentem azért a Sárikáikhoz, a Klárihoz, hát ők nem voltak ebbe a szanatóriumba, ők azért jobb erőben voltak, mint én, de köztük voltam, és hát akkor jöttek a ilyen papírokkal, kitöltendő papírokkal, hogy kik hova akarnak visszamenni. Klári Amerikába akart menni, én meg azt mondtam, hogy azt mondta az apukám, hogy ide, aki a borzalmak borzalmait átélte, az mind jöjjön haza először, és utána majd kimegyünk Palesztinába, mert akkor még Izraelt Palesztinának hívták, és először mindenki hazamenjen. Na most itt volt a vita, úgyhogy napokig vitáztunk, hogy most a Klária Amerikába akart menni, én Gyönkre akartam visszajönni, és akkor én megint annyira kitartottam emellett, hogy Klária is azt mondta, hogy igazad van, akkor én is hazamegyek, és még onnan is ki tudsz, mondtam, még akkor is ki tudsz menni Amerikába, hogyha már nincs ott senki. Hát nem tudtuk, hogy ki él, ő se tudta, hogy volt egy bátyja Klárinak, de hát ő se tudta, hogy éle, hal-e szülei, hát azt tudta, hogy az édesanyjával nem tud találkozni, de semmi más nem tudtunk, én se tudtam anyámról, senkimről nem tudtam, rokonaimról se. Úgyhogy így föliratkoztunk Magyarországra, Budapest volt az, ahova szállítottak bennünket. Természetes ez nem ilyen könnyen ment, mert a bombázás miatt ugye a vasútvonalak se, sinek nem szét voltak bombázva, nem tudtunk, nagyon sokáig szállítottak bennünket, de Wienerstadtig tudtunk csak eljutni a Klárival együtt, mert Klári nagyon magas lázat kapott, azt beszállították az ottani kórházba, Orbánca lett, úgyhogy én nagy sírások és búcsúzkodások közepette kellett a Klárit ott hagynom. Nekem akkor már ugye, hát engem föltápláltak, meg már akkor nem tudom hány kiló lettem, mert 35 kilóból valamennyit már csak fölszedtem, meg jót, de nagyon vigyáztak a táplálkozásomra. És akkor hát a többieknél is úgy volt, nem volt szabad zsírosat meg ilyesmit enni. És akkor így kerültem 1945-be, június 25-én a Bethlen térre. Ottan fertőtlenítettek bennünket Sárikával együtt, akkor ezt elfelejtettem mondani, hogy Bella, aki a negyedik volt, az tüdőbajt állapítottak meg, amikor fölszabadulás, tehát amikor ott vizsgáltak bennünket. Tehát Sárika Klári akkor egészséges volt, Bellát azt a passaui szanatóriumba, egy tüdőszanatóriumba küldték, szegény ott meghalt.
És én a Sárika, vagy a Bella mellett nagyon sokszor aludtam, és láttam, hogy vért köpött, friss vért, hogy nem kaptam meg, nem tudom, ilyen, nem kaptam meg a tüdőbajt, pedig nyílt tuberkulózisa volt. Tehát Bella meghalt, már akkor Sárika, az velem, Klárit ott hagytam Wienernásztájba, Sárikával értem haza, és akkor pár napig ott voltunk a Bethlen téri táborba, és akkor megint felszólítottak bennünket, hogy akinek rokonai, hozzátartozói vannak, azokat fölkereshetjük. És én ott ültem a kis csomagomon, és nem mertem elindulni, hogy a valóságot megtudjam. És akkor Sárika mondta, azt mondja, hát mégis annyi pesti rokonod van. Hát ki állt a legközelebb hozzá? Hát mondom, édesapámnak a testvérei, mondom, Király utcában laktak. Ja, innen nincs messze, Király utca, elmegyek veled. Hát ő Marosvásárhelyi volt, és Pesten nem volt a hozzátartozója, és így elmentünk együtt. Emlékszem, hogy számoltam a házakat, hogy melyik ház van épségben, és a 92 az, nem, az épségben állt. Megálltam a kapuba, és mondom, Sárika, nem tudok bemenni, menj te előtt, és mond, kérdezd meg, hogy Zommer Margit, Zommer Irén, mert ők együtt nem voltak férnél, megvannak-e. A házmesternéhöz bementünk, én ott álltam egy ilyen körfolyosó, volt az a 92-es háznak a belső részén, és akkor emlékszem, hogy kiabálta a házmester, hogy megjött Irénke Margitka, megjött a Magduska. De ahogy ezt mondták, hogy röpültek, de már ott is teremtek, és akkor összepuszizgottunk, ők megmaradtak. Akkor hát mindjárt mondták, hogy hát Magdikám, te itt maradhatsz, de azt mondja, nekünk is olyan helyzetben vagyunk, hogy cserebere, zsír, minden nehéz körülmények között a Sárikának nem tudunk adni. És azt mondtam, ha a Sárikának nem tudtok adni helyet, és nem tudtok enni adni, akkor én sem maradok. És visszamentem a Sárikával, mert annyira mi egybe voltunk forva, hogy nekem, én nem tudtam ezt felfogni. Ők meg azt nem tudták felfogni, hogy őket megtaláltam, és mégis visszamentem vele. De addig maradtam a Bethlen téren, míg Sárikát tovább került Marosvásárhelyre. Én oda kerültem, akkor mentem a nagynénémékhez, értesítették édesanyám, 3 héttel előbb jött haza, és vártuk édesapámat, aki nem jött haza. Édesanyám feljött a Klárinak a bátyjával, mert Gyönk és Kölesd egész közel voltak egymáshoz. A bátyja az munkaszolgálatból hazatért, és úgy került föl, szóval vissza, és akkor anyukámon keresztül rögtön, hát még akkor nem tudták, hogy én együtt voltam a Klárival, de hát mi tartom, ők rögtön följöttek, azok is napokig valahogy nem is tudom, hogy tudtak, mert nehéz volt a közlekedés, de följutottak, és hát akkor közöltem a Lacival, hogy Klári a Wienernásztadti kórházban van, és várjat haza, mert hamarosan ő is haza fog térni. És hát én anyukám azt mondta, hogy hát inkább itt maradjak Pesten, mert neki semmink nem maradt a 6 szobás lakásból, mert oda egy német orvos költözött, aki mindent elvitt, és anyukám hát nem volt, még jóformán neki se volt ennivalója, és akkor úgy határoztak, hogy hát mégis addig én a Margitkáiknál, Irénkénél maradtam fönt 2 hónapig, anyukám addig megszervezett egy ilyen joint konyhát, a joint, akik hazajöttek azoknak, nem tudom, hallottátok-e, ott tudtak étkezés biztosítottak, és anyukám volt ott a vezetője, addig én ott voltam, és hát szegény édesapám, ugye az hiába vártuk, Klári is hazajött, és Marosvásárhelyen a Sárika hazaért, de nem tudtam semmi érintkezésben, nem talán nem tudtam, hogy mi történt vele. És hát ez sokszor kereste, úgy, hogy írtam levelet a Marosvásárhelyi hitközségnek, hogy adjanak hírt, hogy Mittler Sárika, aki ekkor és ekkor hazatért, hogy mi van vele.
Én a hitközségtől se kaptam, ezt azért mondom, mert nagyon érdekes módon 45-től 47-ig semmi hírt nem kaptam. Én közben letettem egy év alatt a két osztályt, a hatodikat, a hetediket, vagy osztálytársaimmal együtt tudtam érettségizni, és utána az orvosi egyetemre jelentkeztem, ide Pécsre, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy 47-ben, mikor ide kerültem szeptemberbe, azt álmodtam, hogy kapok egy levelet, egy hosszú levelet, és nagyon örültem annak a levélnek, de nem tudtam, hogy honnan származik, fölébredtem. Nem tudtam, hiába akartam visszaaludni, nem tudtam, hogy honnan kiírhatta ezt a levelet. Az egyetemről hazajöttem, egy vastag levél várt anyukám levelével kíséretébe, hogy ne haragudj, fölbontottam a levelet, Mittler Sárika írta, aki Budapestről írta, és továbbítom neked Pécsre. Tehát Gyönkről átkerült Pécsre, és úgy kezdődött a levél, hogy, nem, hogy a gondolat nem hagy békén, hogy én nem írtam neked választ, hogy kerestél már 45-be. Most itt vagyok Budapesten, aliázok, és férhez mentem, és most fogunk Bécsen keresztül Izraelbe érni. Ez 47-48-as idő volt, amikor a háború, a szabadságháború, tehát amikor önálló lett Izrael, aliázott, és sajnos tovább, amit írt, hogy jelentkezni fogok, nem jelentkezett. Én az orvosi egyetemet abba hagytam, mert férhez mentem, és 1954-ben csak addig is folyton ez volt az eszembe, hol van, mi történhetett a Sárikával, fölmentem az izraeli követségre, akkor még 54-ben volt izraeli követség, és kerestettem a Sárikát, és sajnos azt kaptam vissza hónapok után, hogy ez a hajó, amin ők aliáztak, pár méterre Izrael előtt az angolok felrobbantották, egyik részét, akik megmenekültek, Ciprusba szállították, az Exodusba meg is van, de ő nem érte túl, és meghalt. Tehát nincs. Sárika sem maradt meg, Bella sem maradt meg, Klári megmaradt, Klári Pesten elvégezte orosz szakon az egyetemet, férhöz ment, egy kisfia született, és a házassága nem volt szerencsés, mert elváltak, és 1968-ban kiment bátya már 56-ba diszidált, vagyis igen, hát az diszidált, mert 56-ban ment ki, és a bátya után ő is Kanadába kiment, bátya Torontóba ért, ő Szent Catherine-be telepedett le, először babysitterként, utána egy Brock Egyetemben egyetemi tanár lett, és ez orosz kutató, Csehov kutató, szép karriert futott be, most is tartjuk a levelezést. Félek, hogy fölhív, mert mondtam, és tudunk, mert telefonon is érintkezünk, sőt, nála is voltam, időnként elmegyek, ő jön ide, és együtt vagyunk. Én férhöz mentem, már mint mondtam, az orvosi egyetemet abba hagytam, férjem nem volt diplomás, és ezért nem akartam, hogy valamilyen kis eltolódás vagy valami legyen köztünk, ő nem is tudta volna elviselni, úgyhogy én abba hagytam, szép családi életet éltem, két gyerekem van, az egyik, mind a kettő tovább folytatta, amit abba hagytam, az egyik reumatológus, a kisebbik, a nagyobbik lányom fülorgégész lett, négy unokám van, egy fiú és egy lány az idősebbik lányomtól, két másik lánya, fiatalabbik lányomtól, és akármilyen nehéz volt az életem, mégis most már megelégedettnek, és kiegyensúlyozottnak érzem magam. Köszönöm szépen, Magdi néni. Mi volna az, amit, mint üzenet az utókorra szeretne hagyni ennyi átélt szenvedés hát, után? Igen, hát ezt én megfogalmaztam papíron, de most nem tudom, hogy nem lehet elolvasni, mert ott olyan szépen mondtam, megfogalmaztam, hogy akik mi átéltünk olyan kevesen ezt a sok borzalmait, tényleg intő példa legyen a
gyermekeink, unokáink és az utódaink számára, hogy soha-soha többé ne forduljon ez elő. És az édesapám üzenetével szeretném bezárni, és az ő szavaival, hogy minden körülmények között tudjunk embernek maradni, embernek az embertelenségben. Köszönöm szépen!1999. október 8-a van, Hásvágyi Sándornéval készítek interjút, ez az 5. kazetta, és a dokumentumok következnek. Magdi néni, mit látunk most? Ezen a képen édesapámat látjuk, mint körzeti orvos, Gyönkön, hivatásának magaslatán teljesítette. Mikor készült a kép? 1944 tavaszán. Utolsó képe. És hol készült? Gyönkön, az ő, mi rendelőnkben, az ő rendelőjében, ahol mi Gyönkön laktunk. És annyi embernek a gyógyulásához segítette hozzá. Ezen a képen látunk egy szemüveget. Édesapám szemüvege volt, amit említettem, hogy a vagomba kerestük, leesett, és már nem is látott. És ezt a szemüveget próbáltam magam elébézni évek után. Budapesten rátaláltam egy hasonló szemüvegre, és ezt megvettem. És ez, ami úgy érzem, hogy az ő lelki szemein keresztül látom most is a világot. Köszönöm szépen! Magdi néni, mit látunk most? Most az én emlékeimet. A valód balról jobbra haladva valódi szemüveg, a fehér keretes, ezt édesanyám hordta, aki 1986-ban halt meg természetes halállal. A következő? A következő fekete keretes szemüveg édesanyám nővérjé, Olga néné, hasonló szemüvege volt, de hát őt a gázkamrába vitték, a szemüvege is ott maradt vele együtt, egy hasonlót szereztem be, ami ugyanígy nézett ki, mint ő látta a világot. És ennek a szemüvegnek, amit most látunk, mi a története? Ez a szemüveg, az a szemüveg, amit láttatok a fényképen, édesapám szemüvege volt ilyen, és ezt is csak beszereztem, mert az ő szemüvegére hasonlított. És ezek az emlékek, ezeket az emlékeket úgy őrzöm, hogy ott van mögöttük a szemük, és az ő szemükön keresztül szeretném látni most is a világot. Köszönöm szépen! Magdi néni, kit ábrázol ez a kép? Jelenleg 84 éves unokatestvéremet, akinek a képe tavaly 1988-ban Ausztriába készült, és a legkedvesebb unokatestvérem, aki a múltból még mindig él. Hogy hívják őt? A mostani nevén Serebrenik Lászlóné, az első férje után pedig Bokor Ernőné. És a lánykori neve? A lánykori neve Engelmann Kornélia. Ő a Nelly. Igen. Köszönöm szépen. Kit látunk most, Magdi néni? Az én láger testvéremet. Itt 1943-tól kéz a kézben kísértük egymást. Köszönhetem az életemet nekem is. Lánykori neve Popper Klára, férjezett neve Hollosi
Né, tudom a másik. Hol készült ez a kép? Alaszkába, tavaly 1988-ban. Köszönöm szépen. Van-e valami, amit szeretne elmondani még Magdi néni? Szeretném megköszönni a Soha Alapítványnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy az én kis igaz történetemet elmondhassam okulásképpen, tanulmányként, kutatásként, hogy soha-soha többet ne forduljon elő ez az életben, ami ma előfordult. Köszönöm szépen. Én is köszönöm nektek is.